A 10. kerületben található egy olyan hulladékválogató műnek a telephelye, ahol a szomszédos büntetés végrehajtási intézményben büntetésüket töltő fogvatartottak válogatják tovább szelektív gyűjtésből beérkező műanyag és fém hulladékot. Az a munka, ami ezen a területen zajlik, az elképesztően fontos. Nem csak azért, mert a szelektíven gyűjtött hulladékot tovább válogatják az elítéltek, és így tiszta, úgynevezett tiszta hulladékot tudunk az újrafeldolgozó üzemeknek átadni, vagy a társcégeknek, hanem azért is, mert nyilván a szociális foglalkoztatás ebben a formában nagyon fontos, hogy előkészítsék az ő beilleszkedésüket a társadalomba. Hogyan történik, és mit válogatnak, és hova kerül innen? A szelektív begyűjtő autóink, a szelektív kukás autók, azok a szép kékek, azok idehozzák a begyűjtött hulladékot, illetve annak egy részét, és ezt tovább válogatják. Ez azt jelenti, hogy külön válogatják a papírt, és a műanyagot is szelektálják. Vannak a víztiszta, fehér műanyag petpalackok, vannak a fém dobozok, ugye, vannak a színes petpalackok, és vannak az egyéb műanyag hulladékok. Ezek külön bálába tömörülnek a végén, és csak hogy elmondjam, hogy amióta van ez az egész házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, mennyit is sikerült válogatni. Tehát amióta tavaly befejeződött a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés Budapesten, rekordidő alatt valósult meg egyébként Európát tekintve, azóta közel 30 millió kilogramm papírt gyűjtöttünk be, és közel 15 millió kilogramm műanyagot és fémet, ugye ezt egy tartályba kell dobni. Ennek egy része jön ide, amit utána még válogatnak. Nyilván azért, mert kézérővel történik a válogatás, és óriási mennyiség az ahhoz, hogy kézzel lehessen válogatni. Épül majd egy nagy válogatóművünk, ahol ugyanezt gépek fogják megtenni. Természetesen ez a munka marad, és kigyűjtöttem néhány nagyon érdekes adatot, és azért puskázok, mert tényleg nagyon-nagyon érdekesek, meg izgalmasak. Például, hogyha tekintjük a fémet, akkor egy olyan bálában, ami ott bent van a raktárban, egy ilyen fém bálában, 7778 darab fém doboz van. Ez olyan, mintha valaki 324-re kezd sört vinne haza, vagy hogyha szeretne magának otthon egy ilyen bálát, akkor 3889 liter sört kellene meginnia. Tehát ez mondjuk a sörös dobozokra, vagy a fém dobozokra vonatkozik, de a PET palackokat is kiszámoltuk. Ez ideig 168 millió 750 ezer darab PET palackot válogattak itt szét, és hogyha ezt egymás után raknánk, akkor 13,500 kilométer hosszú lenne. Ez hosszabb, mint a Föld átmérője, tehát át lehetne már dugni a Föld középpontján. A meglévő együttműködés akkor bővítésre is kerül? Épp a napokban beszéltünk társaságunknál arról a tervről, hogy szeretnénk az együttműködés bővíteni a büntetés végrehajtás és az FKF között. Még több munkát tudjunk adni az elítélteknek, és munka van bőven. A leürített hulladékot kézzel előválogatják, majd egy felhordó szalagról egy mágneses leválasztó kiemeli a mágnesezhető fémet, és a szalagon maradt hulladék kerül további válogatásra. Gyakorlatilag közvetlen nem velünk, nem az intézettel van együttműködési kapcsolat a KFT-nek, hanem a Bufa KFT-vel, azzal a KFT-vel, aki az intézetünkben fogvatartottak foglalkoztatására alapított KFT. Ők állapodtak meg, a munkaszerződés, a foglalkoztatási szerződést ők kötötték, gyakorlatilag mi pedig biztosítjuk a munkában résztvevő fogvatartottak létszámát. Hány fogvatartott vesz itt részt, és kapnak-e érte javadalmazást? Közel 50 fő az, aki csak itt ebben a foglalkoztatási helyszínen vesz részt. És ezt el lehet dönteni, hogy részt akarnak venni, vagy ki lettek ők válogatva? Tulajdonképpen két irányú ez a folyamat. Minden fogvatartottnak jogában áll, és lehetősége van arra, hogy jelezze felénk azt, hogy ő esetleg részt kíván venni a foglalkoztatásban. Egyébként jogszabályban kötelező a munkavégzés foglalkoztatásban való részvétel a fogvatartottaknak. Nyilván vannak módozatok és vannak alternatívák, mert ha az ő egészségügyi munkavégző képessége akadályát jelenti ennek, akkor gyakorlatilag amíg az fönnáll, addig nem tudjuk őt foglalkoztatásban részt venni. De az esetek többségében, aki kér és szeretne dolgozni, annak tudunk valamilyen más megoldást, akár költségvetési formában, akár itt a Bufa Kft-n keresztül ilyen jellegű foglalkoztatásban is részt venni. Hogy miben látja ennek a fontosságát, amit végeznek az emberek, mennyire löki őket előre, mennyire segít nekik?
Én azt gondolom, hogy nagyon sokan, akik bekerültek a büntetés végrehajtási intézetekbe, nem igazán rendelkeznek ilyen jellegű tapasztalattal. Tehát olyanra gondolok, ami azt jelenti, hogy egy munkahelyen tartósan, rendszeresen eljár, bejár dolgozni, azért meghatározott munkateljesítményén, meghatározott javadalmazásban részesül, ezt sokan itt tanulják meg. Nagyon fontosnak tartom én azt, hogy gyakorlatilag a pénzkezeléssel kapcsolatos problémáikat is itt kezdik el letisztázni és megtanulni, hogy abból a pénzből milyen beosztással, mert van lehetőségük a börtönön belül rendszeresen vásárolni, azt elkölthetik, hogyha a különféle letiltásokon és kötelező átutalásokon vagy utalásokon túl vannak, akkor magukra fordíthatják azt az összeget. Itt ezt megtanulják. Biztonsági vagy reintegrációs szempontból meg mindenképpen úgy értékelem én ezt a dolgot, hogy kiváló lehetőség arra, hogy nem egy spontán, passzív módon tölti ő a számára kimért büntetést, hanem egy hasznos időtöltéssel tölti és jut majd el végül is a szabadulásig. Az lenne a jó, ha mindenkinek tudnánk egész bekerülésétől a szabadulásig folyamatosan munkavégzést biztosítani. Ezen vagyunk, ezen dolgozunk. Én azt gondolom, hogy a Bufa Kft-vel való együttműködésünk, és nagyon sok civil partnerrel, mert egyébként az intézetnek is vannak külsős munkáltatási formái, illetve külső cégekkel, akik bejönnek a BV intézeten belül foglalkoztatásban vesznek részt, együttműködésünk, de azt mi úgy hívjuk, hogy költségvetési forma. Mekkora területen történik mindez? Körülbelül 8 hektáros terület, itt a Kft-nek ez a területe. És hogy hogyan jött létre a Bufa és az FKF ZRT közötti együttműködés? Azt a Bufa munkáltatás biztonsági vezetője mondta el nekünk. A Fővárosi Közterület fenntartó ZRT 2008-ban kereste meg a büntetés végrehajtás országos parancsnokságát, hogy szeretne egy szelektív hulladékválogató üzemet, egy üzemcsarnokot létesíteni, és ezek a tárgyalások 2014-re jutottak el odáig, hogy konkrétan a Budapesti Faipari Termelés Kereskedelmi Kft. Telephelyén valósult meg a tervezett szelektív hulladékválogató csarnok. Hányan dolgoznak itt, hány műszakban? A fogvatartottak foglalkoztatása jelenleg 2 műszakban történik, délelőtt és délutános műszakban. Műszakonként legfeljebb 20 fő fogvatartott foglalkoztatása valósul meg. Az udvarról nézve és figyelve az esetleges hanghatásokat, amelyek bentről szűrődhetnek ki, minimálisnak mondható, hiszen ha magunk is hallhatjuk a következő pár pillanatot, az üzemben zajló munkafolyamatok hangjai kismértékben hallatszanak ki, és a szakemberek szerint nincs káros hatásuk sem a környékben élőkre.